12 éven aluliak számára nem ajánlott. Össze rám, jó itt ideben, ha hűvös odakin, mikor minden idegen. Ha kínos a magány, ha elsuhad a nyár, ha minden, ami volt, messze már. Szervusz, őszi szerelem, de jókor jössz nekem, a télnek küszövén, olyan jót teszel velem. Most az se baj, hogy hull a rozsdaszín levél, hogyha fúj a szél, már idén mást mesél. Ha jössz, ha vársz, ha szólsz, ha hívsz, ha múlva vész, hogy fáztam rég, ha hívsz, ha szólsz, ha vársz, ha jössz, az ég fölöttem mindig kék. Bárki bármit gondol rólunk, nem bán semmi sem, csak el ne menj, mert ha itt vagy, akkor annyi baj legyen. Őszi szerelem, de jókor lesz nekem, a télnek küszövén, olyan jót teszel velem. Most az se baj, hogy hull a rozsdaszín levél, hogyha fúj a szél, már idén, már. Így meg szépen, nem ettél semmit. Jaj, apa! Te a mézzel, valóságos vitaminbomba. Az énekesek ezzel kezdik a napot. Na, én tanár vagyok, jó? Jó. Jó. Őszi szerelem, de jókor jössz nekem, ha tűnnek küszövén, olyan jó teszel velem. Te baj, hogy Andra! Jó reggelt, Babisek bácsi! És véres húrka maradni! Véres húrka? Jó is az! Jó reggelt! Romeo! Jó, hogy jössz! Igazgató úr, kérlek? Jémesné orvoshoz viszi a fiát, úgy tudom, neked már nincs órád. Ugorj be helyette, légy, bátyám, negyedik C. Jaj, bocsáss meg, de hát... Gémesnél német szakos, nem? Én meg inkább, mint matematikus. Tudom, de mégis jobb egy baradlai óra, mint egy lyukas óra. Fölvetődik a kérdés, hogy a nyelveket nem kellene inkább a nyelvszakosoknak, még ha így helyettesítés szintjén is.
lássuk. Hölgyeim és uraim, engem ugye nem először. Na ja. Sprechen Sie Deutsch? Ez itt egy német szószedet. Legalább a szavakból, amit még én is, mint egy kontrollálásszerűen. Hm? Na, bátra. Esetleg önként? Mm. Sajnálom, de az nem lehet, hogy csak tejjel múljon itt nekünk. Sós Béla, ha kifáradna. Béla? Milyen Béla? Nálunk sós sincs, nem, hogy Béla. Az E-osztályban van valami sós, de az is Klára, tanár úr. Gyerekek, a Madács gimnáziumban nincs is E-osztály. Ez a Bajza gimnázium, nem baj, tanár. Tudtam. Tanár úr, tessék inkább fejszámolni. Gyerekek, az nem úgy van, a fejszámolás, az nem úgy van, hogy csak úgy. A fejszámolás a szent dolog. Tanár úr, mikor lesz a suli nap? Milyen nap? A Bajza nap, tanár úr. Milyen megtisztelő, hogy a fiatal ember ezt épp tőlem, aki a folyó ügyekben az utóbbi időben nem annyira. Ám bár ez német nyelvóra. Engedtessék meg nekem, hogy ezúttal egy másik oldalról is. Bűvész mutatvány. Önkéntes? Bátran, ez nem felelés. Jaj, de furcsát látok. Vigyázz, a csalók, csak a kezemet figyelj! Hová! Engedje meg, hogy bemutatkozzak. Ifjú doktor Baradlai Rómeó. Tanár úr, nem ismernek. Bocsánat, de momentán... Kár, pedig ide járok. Ide? Hova? Ide, a negyedik C-be. Nem volt németul. Felmentésem van. Keretedzés. Milyen edzés? Keret. Bekerültem a válogatottba. Bocsánat, hova? Magyar női törválogatott, tanár úr. És mi a neve? Tímea. Tímea? Kapi Tímea. Viszlát. Viszlát. Na itt a Rómeó. Ja Istenem, Mimikem a megint. Na. Jó étvágyat. Nagyon jól tudja, ami engem illet, és az evés nem annyira. Hogy azt a csak, Rómeó? Jaj, illat. Na jó. Kollégák, kolléginák. Akkor lehet. Istenem, Rómeó maga is.
ugye milyen arany keze van a mimikkéről. Remek. Isteni. És a kemény tojás is. Határozottan. Bizony. Igazgatókartás, áruljam már el, hogyan képzel, hogy az énekar egy vacakis osztályteremben próbáljon. Egy az, hogy hogyan vigyem oda át a zongorát a díszteremből, mikor be se fér az ajtón, hogy erre bámul rám, mint egy hüllő, és megismétli, tudja azon a ronda földrasztanári hangján, hogy a díszteremnek kiadta egy karate klubnak. Mi meg dögöljünk meg. Igen. Ez a maga véleménye, hogy igen? Igen. Nem. De ha egyszer kiadta, akkor mit lehet ha csinálni? Ha ő adta ki, akkor ő mondja meg azoknak a karatésoknak, hogy tévedett. Uh-huh. Ugyanis a kóruspróba csak ott lehet, ahol a zongora van, és a vak is láthatja, hogy a zongora díszteremben van, és dr. Varsányi nem vak, hanem csak rövid lát. Igen. Na, de jön velem? Igen. Három ezer 445. Két forint a mellé, mert... Tessék? Tévedni emberi dolgok, 2 forint nem vagy ő. Most számoljam újra? Ugyan, de hogy is nem számít, bár Rómeó sohasem téved. Rómeó? Maga meg a Júlia, mi? Ez most vicc volt, kedves? A kedves vevőt 7 forinttal se károsítjuk meg, számold újra. Bocsánat, félre tetszett érteni. 7 forinttal a javunkra tévedett, a saját kárára. Ugye mondtam, hogy Rómeó sohasem téved, tessék? Maga jobb, mint a gép, hogy csinálta? Tölég jól számol. Tessék megnézni ezt is. Ez jó. Az enyémet is. Ez is jó. Ha egyszer állás nélkül maradna, gondoljon rá. Nagyon szépen köszönöm szépen. Tanár úr, gyerünk már. Mehetünk. Csókolom, Mimike néni. Szerusz is lányom. Szia, tanár úr. Szia, anya. Szevasz. A konyhaasztalon hagytad a pénzedet, meg a 10 óra. Köszönöm. És hol a 10 óraim? Azt megettem. Ennyi már, Rómeó. Igen, persze. Hát akkor... Tegye csak le! Tessék! Mimike, ki van veled? Rómeó! Ja, már azt hittem egy férfi. Anyuka! Hát akkor talán... Pedig főznék valami finomat. Egy falatot sem evett. Tudja, ilyen tájt. Nem annyira. Lucky! Tényleg olyan mehetnéke van? Maga rossz fiú. Folyton csak megy. A végén még féltékeny leszek. Kire? Hát... Tisztán. Te sem vagy éhes? Miért kire méhes még? Mit kívánsz? A hátam. Mikor lesz az esküvő? Miféle esküvő? Hát a tiétek. Jaj, anyuka, hányszor mondjam már majd, ha letelt a gyászév. Milyen gyászév? Meghalt valaki. Istenkém, hát hányszor mondjam, Rómeó felesége? Nem van felesége. Csak volt. Aha. Hát tegnap azt mondtad, hogy elhagytál. Hogy elhagyta a felesége. Jaj, anyuka, tegnap az tegnap volt, ma meg ma van. Most meg a... viszketek. Túl a sok kincsrán, csak úgy én meglátod, egyelve sincs hat. Mi történt, édes fiam? Semmi.
Na, mi történt volna? Ha te szerinted például a Selmece a negyedik C-ben még egy pohár vizet sem tud kérni angolul, akkor egyrészt persze meg lehet mutatni. Másrészt viszont föl lehet tenni a kérdés, hogy ki az, aki nem tanította meg arra, hogy tudjon egy pohár vizet kérni angolul. Az angol tanára. És az éppen te vagy. Hogy lehetne Selmecit bármire megtanítani, amikor csak ebben a hónapban például 13 igazolatlan napja van? Mimike, te nagyon jól tudod, hogy mi a helyzet Selmecivel. Illetve a papájával. Jól van, nem akartalak felidegesíteni, de talán fel lehetne hívni a Selmeci papát. Finoman. A Selmeci osztályfőnöknője felhívhatná. Tényleg, hol van Lantosné? Lantosné nincs sehol, és nem is lesz. Lantosné bedobta a törülközőt az érettségi előtt. Úgyhogy nincs más választásom, rá kell bíznom a negyedik C-t ifja Baradlai Rómeóra. Tényleg? Igen. Na ne. Csak bízza rá, Bénike. Hát azok megeszik reggelire. Rómeó megoldja. Eddig is a negyedik C volt a legproblematikusabb osztályunk. Én úgy érzem, már elmúltak azok az idők, amikor szociális alapon a pedagógusok addig maradhattak a katedrán, amíg le nem fordultak a székről. És szerintem Baradlai kolléga, mint ahogy mindannyian tudjuk, tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egyedül egy osztályt. Épp rád vártunk. Bocsánat, kimaradt egy járat. Van egy jó hírem a számodra, Róma. Kapsz egy osztályt. Osztályt én? Még ma átleszed a negyedik C-t. Viccelsz. Ne, te csöppet sem. Épp a negyedik C-t. Majd te megszelidíted őket. A rossz hírt szeretném, bár tudom, hogy ki így, ki úgy, miszerint Lantosné kedves volt osztályfőnökük a mai naptól, az iskolától végleg, úgyhogy én venném át a negyedik C-t. Tanár úr lesz az ófő? A jelek szerint, és a matematikát is én. Személyemnek ilyen nagyon. Ennyire? Ennyire. Ennyire utáltuk Lantosnét. Na gyerekek, ki az, aki úgy érzi, hogy matematikából nagyon rosszul, netán bukásra? Maga. Az a helyzet, tanár úr, hogy nincs érzékem a matematikához. Aj, de hogy nincs. Hogy ne lenne. Fáradjon ki a táblához, be fogjuk bizonyítani, hogy nagyon is van érzéke, és kapit Tímea most javítani fog, ha akarja, ha nem. Vegyünk egy egészen egyszerű háromszöget. Vegyünk. Remek. Így van. Most húzza meg a magasságát. Magasságát? Nagyszerű. Így van. Akkor most a feladat. A hatos, ötös, és a magassághoz ideírom a négyesemet, akkor micsodám hiányzik? Mi az én hiányzó micsodám? Hát persze. Így van, persze. Időnk van. Gondolkozzon, ne siesse a választ. Számítsa ki a hiányzó oldal.
a hiányzó oldalt. Tényleg csak ennyi? Semmi több? Kell, hogy tudja. Na gyerekek, akkor az osztály. Skót Gusztáv van ilyen? Gusztáv, tanár úr, itt vagyok, ki vagyok? Én vagyok Skót Gusztáv, itt vagyok. Jó napot, tanár úr, elnézést. Itt jó lesz, hogy menjek vissza? Csak onnan, ahol van, ha segítene, hogy kicsit beinduljunk. Induljunk be, tanár úr! Megengedi kisasszony, hogy hazavigyem a csomagjait? Nagyon vicces. Magunkkal, Skót, jó? Jó, Skót, magunkkal. Mi jut eszébe, Skót? A derékszögű háromszöget? Azt inkább nem mondom meg, tanár úr. Majd kijavítja. Anyád. Majd bepótolom. Menjünk a helyünkre. Ne haragudjon, kapi. Adok magának. Magának adok. Adok én magának. Sajnálom. Hát ez is egyes. Egyes. Hol jár az eszem, csak a csengőt figyelem. Érzem szívemet, hogy ez majdnem szerelem. Kedves szóra nem vártam még így soha talán. Hol jár az eszem, mindig csak nála jár. Hol jár az eszed? Na még egyszer. Mi van, kisfiam? Miért nem alszom már? Éhes vagy? Ha? Szomjas, hogy mondjad? Mit gubbasztasz itt? El kéne már neked menni néha valahova? Moziba. Megyek én veled? Na, de nem nekem kellene menni veled, hanem valaki másra. Hányszor kértelek már, hogy az én dolgaimba te aztán ne. Na jó, jó van, jó van, ne. Meg ne egyél már. Hát tőlem akár itt savanyodhatsz, ahogy akarod. Na! Mi már ugye... Igen, a... Ja, mi tetszik? Én most tanácsot kérdéltem, mert a kapi Tímea anyukája vagyok. Én bocsát kér? Kapi Tímea. Ja, a kapi Tímea anyukája vagyok? Ne nyúzzuk már egymást, doppot! Ne nyúzzuk egymást, jó? Hol is? Én tudom, hogy megérdemelte ezt az egyes, de gondoljon bele, ez az ötödik egyese matekból így az érettségi előtt. Most mit csináljak vele? Azt mondja meg! Mit csináljak? Tiltsam el a vívástól, egy olimpikon tényleg. Nem, Isten őriz, anyuka, Isten őriz! Hát, hogyha valaki valamiben valamennyire, hát pláne ha ennyire, mint a Tíme, hát akkor inkább annál, inkább, hogy kijöjjön belőle! Szárul! Hát, látunk a szemünkön! Úgyhogy, anyuka... Bocsánat, ez nem lovarda! Ha ide befáradna, itt aztán senki az égvilágon. Tessék, anyuka! Motor meg diszkó, ezen jár az esze.
Magának adjuk a miniát annak idején. Nem tudom. Én néha legszívesebben felpofoznám, ha rand egy kamasz. Dehogy, dehogy randa. Sőt, nem is annyira kamasz, és a matematikához én mondhatom eléggé. Akkor miért áll bukásra? Olyan nehéz erről beszélni, mert rossz kezekben volt. Eddig. Ha segíteni tetszene, ha kezébe tetszene venni. Hát, megpróbálhatjuk, anyuka. Akkor köszönök mindent. Én köszönöm, hogy belém helyezte. Na, mi újság a negyedik C-ben? Oda én csak boxerrel járok. Timcsi. Mi van? Nehéz. Mit vettek az első órán? Derékszögű háromszöget. Ezres vitamin, öregem. Mondom mindenkinek, de soha senki nem hallgat rám. Pedig én eredetileg orvosnak készültem. Vagy azt már meséltem? Hát jó. Hogy boldogulsz a negyedik C-vel? Bővebben. Mi van magával, Romeo? Hova tűnt? Nem gondolja, hogy lassan mondania kéne nekem valamit? Adva van ugye az ABC háromszögem, megfogom a magasságát. Gyerekek, jobb lenne, ha az osztály esetleg inkább a dolgozat példákkal. Lehet, hogy ez a legeslegutolsó lehetőség egyesek után. Úgy látom, a nagy francia forradalom bizonyos eszméi egész Európát, sőt a világot, de a negyedik C-t csak imitálott. Ki volt az? Önkéntes, dobó vagy dobónő? Senki? Kár. Ám bár, második szakon fizika, úgyhogy a röppája ívéből könnyedén. Selmeci úr, talált süllyed? Na gyerekek, akkor lássunk neki, nehogy kikopjunk az időből. Négy feladat, 40 perc. Bőven van idő. Ezek nagyon egyszerű feladatok. Jövő órára kijavítom aztán. Meglátjuk, hogy állnak a folyó ügyek.
azokat se írta. Atya úristen, ez legalább 38-5 fiam. Hívom dr. Gellert, ágyban maradsz. Dehogy maradok, ma nem. Dehogy nem maradsz, ez nem tréfa, influenza járvány van. Bemondta a híradó is. Hatan meghaltak, szövődményei van. Nem vagyok már taktyoskő. Nem vagy taktyoskő. Értsd meg, ma nem maradhatok itthon. Hívom Gellert doktort és főzök citromos teát. Tudom, mibe spekulálsz, de nem fog sikerülni. Bemegyek így, ahogy vagyok. Nem igen. Mit csinálsz te? Felnőtt ember vagy? Jössz le onnan rögtön? Elment az eszed? Ahelyett, hogy visszafeküdnél, hogy kievert ezt a betegséget? Ne velem, jó? Ne velem. Ott vannak az énekes palántáid, azokkal, jó? Mi bajod van neked, fiam? Nem akarsz mesélni? Nem. Na csak azt az egyet. Munkaügy, pénzügy, vagy nőügy? Aránypár. Vannak kültagok és... beltagok? Persze. Egyik oldalhoz vannak a kültagjaink. Másik oldal beltagjaink, akkor mit lehet velük csinálni, ha már ott vannak? Össze lehetne például szorozni? Igen. Vagy nem? Jó, tanár úr, ne kínlódjunk, írja be az egyest. Milyen egyest? Na gyerekek, akkor most, amit eddig még soha, mint egy lazításképpen, de csak most, kivételesen, én és a számok, mint fejszámolás, igen? Háromjegyűt háromjegyűvel. 814 szorozva 539-e? 438.746. Annyi. 3479 szorozva 2538-a. Bocsánat, ez 4 jegyű volt. Igen. 8.829.702. Annyi. 6549 szorozva 6678-al. 43 millió, egészségedre, 734.222. Rossz a gép, rossz a gép! Mit én nem mondtam neked, hogy szabad. Hármat a fehérből, kettőt a sárgából vedd be. Egyel már béké, de nem láttad, hogy beteg vagyok? Nem kellett volna felkelni tegnap. A kifelé. Mi van veled, édes fiú? Most ki! Hát legalább a lázsivatítót vedd be. Bizonyos értelemben. Ellenőriznem kell pedagógiailag.
kit szeretnék keresni? Senkit. Tessék mondani, tanítanak itt idősebbeket is vívni? Milyen időseket? Mint én. Laci bácsi, tanítványa érkezett. Te, Ali, nem lazálunk, lépést, lépést, kitörj, Tanár úr, micsoda meglepetés. Kapi Tímea, ez igen, jó estét. Mit keres itt? Erre jártam. Ha már így össze, nincs kedveset, nem éhes? Valami könnyű? Nem, köszönöm, tanár úr, fogyókúrázom. Ugyan már maga? Mi a csodán? Tartanom kell a versenysúlyomat. Ugyan? Akkor esetleg valami folyadékot, hogy pótolja, esetleg velem. Szálljon fel. Én egy Cointreau-t szeretnék. Micsodát? Cointreau-t. Cointreau-t. És a kedves papának? Én inkább egy ásványvizet. Buborékosat vagy sem? Igen. De most melyiket? Teodora Quelle, Perrier, Margit szigeti, Fonyódi? Igen. De melyiket? A legelsőt. Teodora Quelle. Teodora Quelle. Maga soha nem iszik alkoholt? De. Fő úr, lesz szíves? Tessék, parancsolj. Hozom még hozzá egy viszkit. Melyiket? A viszkit. De melyiket? A legjobbikból. A Glenfiddich-e. Egészségükre. Köszönöm. Tessék, parancsolni. A Teodora. Köszönöm szépen. Buborékos. Egészségére. Viszont kívánok. Ám bár, bocsánat, egy válogatott sportolónak szabad? Ez csak likőr. Egészségükre. Tanár úr, hogy fogok én leérettségizni matekból? Talán azt a módszert esetleg, hogy tanulnak. Az a baj, hogy én már elsőben elvesztettem a fonalat is. Higgyel, meg lesz az a fonál. Meg lesz. Majd én segítek. Tanár úr, miért nem lazít egy kicsit? Én? Nem is én. Azt meg hogy kell? Hát például úgy, hogy megmondja, hogy mit akar tőlem. Ezt hogy érti? Ahogy kell. Hát csak nem képzeli, hogy a tanár én magával, hogy én magam. Csak nem képzeli. Szóval... Hallott a pincér úr is, nem? Kedves papájának titulát. Na, én ezzel nem akarom az igazi apját. Nem akarom. Valami rosszat én? Valami fájót? Soha senki nem akart az apám lenni. Csak az Iván. 6 éves voltam, amikor az apu tőlünk végleg
Aztán 16, amikor jött az Iván. Egy olyan, olyan jó hapsi. Én szinte jobban szerettem volna, hogy oda költözön hozzánk, mint az anyu. Az egész 2 évig tartott. Aztán áprilisban hirtelen a szívével. A szívével? Van egy pézséje? Micsoda? Pézsé, papír zsebkendő. Értem. Ez megfelel? Köszönöm. Tényleg lenne az apám? Tényleg. Sőt. Sőt. Atyám ifjabb Baratlai Róma. Kacagjon, bátran kacagjon. Én már megszoktam, hogy a nevemmel kapcsolatban egész pici gyerekkoromtól. Hajde, úgy sírtam. Ez ki? Ő csak a Dodó. Hadd bámuljon. Ingyen van. Tudom én, hogy az összes fiú, plusz a vívók, a törőzők, a kardozók, a párbaj törőzők. Ki sem néztem volna, hogy ismeri a fegyvernemeket. Nehogy azt higgyen, hogy én olyan nagy bajnok vagyok a pasizásban. Azok a fiúk, akik nekem tetszenek, mind gyávák. Akiknek meg én tetszem, bunkok, egytől egyig. Azért, mert pillanatnyilag nem találta meg az igazit. Van idő. Hát nézzen körül, bárhol a természetben. Vannak a virágok, ugye? Jön táncolni, Rómeó? Mármint személy szerint, mondjuk pillanatnyival, ami engem illet, legalábbis így, mint... Halló! Halló! Oké, menjünk. Csók, tanár úr. Holnap majd látjuk egymást. Bocsika! Az osztályátlag is fontos, úgyhogy óriási szerencse gyerekek, hogy Kapi, akinek a dolgozata nem annyira, sőt, egyáltalán. Tegnap beadott nekünk egy szorgalmi feladatot. Én? 10 aránypárból 5-öt sikerült neki megoldania, úgyhogy egy nagyon gyönge hármas. Ez csak nagyon gyönge hármas, írja be az ellenőrzőjébe, majd... Alkalomattán aláírom. Téged meg meghúznak. Meg a kurva anyját. Felelünk. Szia, anya! Szia, kaja! Edd meg, leves! Tessék! Jaj. Köszönöm. Kézmosás? Majd leves után. Na? Mi volt az iskolában? Kaptam egy 3-as matekból. 3-ast? Matekból? Te? Hát ezt nem hiszem el. Pedig az Ámbár adta. Ámbár? Ki ez az Ámbár? Hát az Ámbár tanár úr, akit úgy lerohantál a biológia szertárban. Szegény csontváz, ez azóta is ott remeg. Na most már viselkedjél, jó? Tényleg. Ő például lehetne a Rómeód. Na jó, nem feltétlenül úgy. Ámbár úgy is. Elég legyen! De miért? Az a neve. Rómeó. Dr. Baradlai Rómeó. Olyan lesz elegendő tartalék Kapi tímeában, hogy megnyeri a csörtét. Óriási, feszültség, óriási. Állj! Állj, készen? Rajta! Egy találat. Egyetlen találat.
megyek. Hello. Hello. Látja? Látom. Tegye meg, hogy beszél vele maga mégiscsak az osztályfőnökkel. Az vagyok. Most már végképp elúszott. Micsoda? Hát ez a világbajnokság. Jaj, de hogy ez csak az első válogató verseny. Na, menjen, vigasztalja meg, kérem. Megpróbálhatom. Jó estét, Tíme. Ezt elvesztettük. De csak egy hajszállal. Ilyenek ezek a hajszálak. Nem lehet mindig mindenki a leges legtetején. Valakinek muszáj, ugye? Veszteni is, persze. Én is mindig pici gyerekkorom óta, Tímea, az árnyékos oldalon. Azért mégse keseredtem el. Sőt, a feleségem 5 évvel ezelőtt egy kopasz hapsival. Eleinte nagyon fájt. Aztán, ha megnyerte, hadd vigye. Figyelj rá, én minden hónapban egy csokor rózsát küldök a kopasznak. De évente egyszer biztos, csak ebben az évben nem küldtem, mert elköltöztek. Ott volt a bűvészszak, ugye? Apám is mindenki biztosra lett, hogy bűvész leszek. Megremegett a kezem a felvételén. Istenként. Kirúgtak, de aznap vettek fel a TTK-ra. Itt tanár lehettem. Nem is akárhol. A Bajza gimnáziumban. A 4. C-ben. És így magát is taníthattam, kedves Tímea. Szabad a kezét. És most szépen fölöltözik és hazamegy. Maga tényleg rózsákat küldött a felesége pasiának. Na, menjen szépen. Lányok a páros fiúk meg a bal oldalon. 21 óra 30-ig, kikivel akar, a kis társalgóban, tanári felügyelet mellett. 100 év. Milyen 100 év? Ennyivel vagy elmaradva. Bocsánat, úgy tudom, hogy ezen a kiránduláson az iskolát és az igazgatórat egyelőre én. Jó? Romeo, ezek már tavaly is így. Mit így? Így szokták. Szodoma és Gomorra. Hát,
köpi? Tanár úr! Mi a mi kerülni van a tötte? Kapitíme, kapitíme. Amit látok, Rómeó. Lenneget a bírónak! Stimulás! Mérkőzésnek! Tanár úr, ne tessék már haragudni, de olyan hülye ez az egész helyzet. Milyen helyzet? Az egész osztály azt hiszi, hogy mi ketten járunk. Mi ketten? Nem, a Gézus meg én. Hova járnak? Azért, mert néha kölcsön adja a Yamahaját. Bocsánat, ki ez a Gézus? A Gézus az a Selmeci. Selmeci? Én úgy tudtam, hogy a Selmeci az László. Na jó, de én Gézusnak hívom. Nagyjából az egész gimi szerelmes belé. Nem azért, mert bírom én ezt a fiút, de hát eszem ágába sincs járni vele. Ő meg úgy lóg rajta, mint hogyha mi ketten... Mi ketten? Nem tanárul a Gézus, mert én. Olyan bonyolult ez az egész. Ne szívjam erre, Mimike. Maga könnyen beszélne, Andika. Mi ez? Jó, orsóvén feldúlás. Mit bizonyítok én ezzel, Kapi? Hát mit bizonyítok? Bebizonyítom a bizonyításomat. Mert lehet szocializmus, lehet kapitalizmus. A négyzet plusz B négyzet az mindig mindenütt egyenlő C négyzet. Érti? Hogyne. Értem, tanár úr. Kérem? Maga az? Nem! Ka?
Na! Zabáljunk már, zabáljunk! Csak telik itt az idő. Csak telik. Én nem számál le rólunk, tanár úr. Menstruál. Reggeli osztásba szület! Hey! Ki volt az? Én. Ez többet ne forduljon elő. Este a történtek dacára koncertlátogatás, jegyeket a Mimike nénitől. További jó étvágyat. Harsoljátok meg magatokat! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon-nagyon jó volt a kórus! És hogy most egy nagyon jó kis dal következik, fel a kezeket és énekeljetek velünk! Nem látom a mindenki a kezeket! Szép az élet, hogyha rólad álmodozom. Szép az élet, mert a szerelem ma, szerelem ma. Szép az élet, mikor rólad álmodozom. Szép így az életemben álomban csak te. A kertőt békizom a gyújt, kigyújt képük bébi. Tudom a szíves fejű fazonokat. Fél órára kék, hajthatod az új csajodat. Fehér lován megjelent egy középkorú herceg. Minden lány elájult, vagy sírva fakad. Udvarias, félmosolyos, senkinek sem tetszett, de a tekintetünk összeakad. Drága tanár úr! Elég volt a bujkálásból. Te hülye vagy, ebből rájön. Fogalmaz líraibban. Mi az, hogy líraibban? Ó, Romeo, miért vagy te Romeo? Gyerek, kedves tanár úr. Romeo? Én írok levelet magának. Ha ott vettem, beszélnünk kell. Nem hiszem, hogy ne tudnám, mit ér. Várjál, hová tesszük? Az okniába. Bízzátok rám! Tanár úr, legyen szó! Mi baj? Köszönjük. Az osztály nevében. Ugyan? A királynak nagyon éreztem meg. Semmi az egész. Király volt. Jó éjszakát! Tűnés! Becsapott a menkő. Imádkozzunk Afrika. Viszontlátásra. Rosszul van? Én tudom, hogy az időpont nem tűnik a legmegfelelőbbnek, de vannak helyzetek, amikor nem lehet várni. Egyenes bele a közepébe. De hát ilyen későn? Sose lehet késő. Csak hol fáradjon be? Köszönöm.
Jól áll magának a smoking. Régi darab. Megbízható. Mi történt? Semmi. Mindössze az történt, asszonyom, hogy én most... Leszakadt a gombja. Na, fölvarjuk a kis gazember. Hozok tűcérnát, addig levehetné a nadrágot. Foglaljon helyet. Köszönöm, de csak inkább így állva. Asszonyom, engedje meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban... Ünnepélyes? Ünnepélyes, igen, ünnepélyes pillanatban mély tisztelettel megkérje. Tessék. Tudom, hogy ez elsőre ijesztő. Én mindent megértek, de egyszer kibugik az ember, hogy ért engemet. Engedje meg, hogy tisztelettel megkérjem. Istenem. Megkérjem a kezét. Ja. Istenem. Köszönöm. Bocsánat, asszonyom, a kedves lánya kezét. Milyen lánya? Milyen kezét? Lehet, hogy a korom egy kicsit ijesztő elsőre az ön számára, de higgy el, asszonyom, a kor csak egyetlen adat a sok közül. Annyi minden van még, asszonyom. Ne, Timi! Ne! Timi! Timi! Ne! Asszonyom! Tűnökre kérem, ne bántsa őt! Ne bántsa őt! Én apja helyett! Takarodjon! Még egy Glenfiddich. Egészségére. Szép az élet, mikor róla Egy apám. Mi történt veled? Ön kell mondanom, kérlek. Viccelsz? Nem én. Miért akarsz te felmondani? A körülményeim alakultak. Pont most, amikor kaptál egy osztályt. A szívnek akkor se lehet parancsolni, ha már kicsit törekedik. Még egy kvátrő, még egy Glenfiddich. Jó. Fizet. Menj haza. Fizet. Majd holnap. Nyugalom, kollégák, nyugalom. Romeo, az Isten szerelmére most hova megy? Szép az élet, hogyha róla rámozodom. Szép az élet. Szép lesz az Győrbe lesz szíves. 800 forint. Adok vissza már is. Többi a magáért. Jó utat. Kedves Dóra, nem vágytam még így csontalan. Hol jár az eszem, mindig csak. Oh.
Ez mi? Riasztó pisztoly. Útlevelet kérem ellenőrzésre. Velünk jön. Jó napot kívánok, én... Én a Baradlai tanár úr miatt jöttem. Tessék. Köszönöm szépen. Hát kiskorában már világgá akart menni, de arra nem gondoltam, hogy meg se álljon Hegyeshalomig, és ráadásul smokingba. De honnan tetszik tudni, hogy Hegyeshalom? Hát a helyőrség telefonált. Ja. A kollégája már elmentek utána. Fő, hogy él. Igen. Jegyed a növendéke? Ő az osztályfőnököm. Igen. És miért nem mondta nekem, hogy ő osztályfőnök lett? Megtetszene neki majd mondani, ha hazaér, hogy... hogy visszavárjuk az egész osztály. Igen. És... Kegyed még nem gondolta arra, hogy esetleg éneket tanuljon? Eddig nem. Nem. Megyünk haza. Gyere, add ezt ide. Az egész csak 66 deka. Szárnyán szállva még tovább. Ugye tudja Rómeó, hogy rám mindig számítanak. Bedobom a lottómat. Hagyjál most béké, most nem látod, hogy mi van? Na és te, én nem látod, hogy tönkretettél egy embert? Megaláztad, érted? Beszúrtad el. Hát mindennek van határa. Így van, meg sem állt a határig, miattad. Apuval ugyanezt csináltad. Apádat meg képes emlegetni. Nem szígyeled magad? Én, anyu, én szígyeljem magam, amikor te üldöztél, én egy hív vagyok. Ne haragudjon, ne sikereségemet összeadni, jó? Magán, miért mondd magát, mikor nekem csak mondd a kefirem, és azért lettem vissza. Ide is állok. Hogy hozzam? Én azt nem tudom, de valamit légy szíves, csináljál. Én itt pénzzel dolgozom! Van itt egyáltalán üzletvezető? Hát hogy ne lenne? Szabad? Mi a probléma? Nem engedte, hogy felvarjam a gombját.
forduljon! Hívom a rendőrséget! Hívjon senkit. Tessék mondani, én élek. Persze, hogy él. Egyáltalán honnan került maga ide? Azt hiszem, odafentről. Te jó ég! Te jó ég! Tanár úr, maga az! Kopi, mit keresik ilyen hajnalban? Elszámoltam magam. Ki fognak rúgni? Na-na, ne veszik olyan forrónak ását. Hát ez tényleg nem stimmel. Bocsánat. De ezt az utolsót még, ha segít. Persze, azért vagyok itt. Igen. 43.622 estimmel. Tegnap nagyon szűrös. 55.307, ez is stimmel. Te többször mellé 93.020, ez is stimmel. 4.037. Hát nézd, ez nem stimmel. Jaj, de... Mert Timcsi tehet az egész. Timcsi? Igen, teljesen összezavart, azt mondta, hogy maga eltűnt. Én miattam. Dehogy, Kapi anyuka, dehogy tűntem el, nem látját. Itt vagyok, számolok, fütyűrészek. Örülök, hogy itt van. Csak? Az az érzésem. Na, semmi. Mondja róla, mit úgy érzem, is ez? Úgy érzem, hogy? Eltörött a lábam. Orvos úr, fogok én még járni? Mi az, hogy? Még futni is. Minden esetre egy kicsit lemerült az aksia. Most egy kicsit gyengébben van. Hogy képzeled ezt, fiam? Ha te meghalsz, mihez kezdjek? Te vagy az én életem értelme, az én életem fényessége, az én édes kisfiam, akire olyan büszke vagyok, aki miatt reggel érdemes kikelni az ágyból, megfőzni a feketét, kivasalni az ingeidet, és megbeszélni a problémákat. Ne, apuka, ne. Inkább meggyógyulok. Ez a beszéd. Ezek most az önfelett boldogság jól megérdemelt pillanatai. Bravo, Tina. Úgy tűnik, hogy a sikeres érettségi visszaadta a fiatal vívó önbizalmát a pásztan is. Remélhetőleg a Párizs világbajnokság hasonló sikert hoz a számára, mindannyiunk örömére. Zavarhatok egy pillanatra? Kettőre. Baj van a számlával? Nem, nincs. Kár. Tudja, én mindig szívesen. Ne hagyjuk a számlákat, hoztam egy kis becsinált levest. Csirke becsináltat. Köszönöm, nem. Nem szereti? Szeretem, csak... Hát akkor... Minek? Hogy minek? Minek enni, minek élni? Ezt tanítja a gyerekeknek, hogy minek élni? Nem, nem. Nem ezt tanítom, csak néha érzem. Minek élni, az nincs senki, akinek az ember megfoghatná a kezét, vagy aki megfogná az én kezem.
Biztos, hogy nincs senki? Halál biztos. Maga. Kapi anyuka. Na, hagyjuk ezt a kapi anyukát. Szólítson Steffinek. Steffi. Steffike. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy szemtanúj legyünk, amint két... Azért gyűltünk ma itt össze, hogy szemtanúj legyünk... Azért gyűltünk ma itt össze, hogy szemtanúj legyünk, amint két... Inda egymásba kapaszkodik, csak úgy két inda a viharos szélben, melyek többé soha többé, melyek többé soha többé, ahogy a nagy perzsa költő írja, két élet találkozik a hármas válaszúton. Na most már elég legyen, jó? Figyelem! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Feledkezz bele a színpompás választékba, és ismerd meg a Spar friss minőségi termékeinek gazdag kínálatát. Találj rá a legfinomabb falatokra, és vegyél belőle egyet, meg még egyet, és még többet, szuperáron. A Pitchert és Párizsi, csak 249, a Lérdammer sajt, plastik vagy más párban rögzített szupersokká